Az elmúlt valamivel több mint egy hónapban, amióta elfogadásra került a költségvetés módosítása, 2 milliárd dinár érkezett a köztársasági költségvetésből erre a rendeltetésre. Ennek a 2 milliárd dinárnak a kivitelezők felé történő eljuttatása most van folyamatban, de ebből a 2 milliárdból nem tudjuk kielégíteni mindazokat az adósságokat, amik ebben a pillanatban léteznek. Minimum még legalább 1 milliárdra szükség volna. Pásztor hozzátette, hogy vannak arra utaló jelek, hogyha nem is az összes pénz, de valamennyi még mindenképpen érkezik az idén a tartomány számlájára. Ez azért fontos, mert azok a kivitelezők, akikkel együtt működünk, akikkel együtt dolgozunk, jelentős problémák kellős közepén vannak, nem tudják kifizetni az adósságaikat, nem tudnak fizetni a szállítóiknak, nem tudják kifizetni az alkalmazottaikat, nem tudják kifizetni azokat a bankhiteleket és kamatokat, amiket azért vettek föl, hogy a munkálatokat finanszírozni tudják. Ezekből a törlesztésekből volna lehetséges ezeknek a gondoknak az orvoslása.